Véget ért a Magyarország-Luxemburg-Davis-kupa találkozó, 4-1-re elveszítettük a csatát. Balázs Attila viszont egy fantasztikus meccset játszott a luxemburgiak első számú játékosával. Mit gondolsz erről a meccsről? Hát nagyon jó érzés volt ezt végigcsinálni, és fantasztikus volt a publikum is. Ilyen hangulat volt, amit nagyon ritkán lehet látni itt Magyarországon. Egy olyan színvonalas mérkőzést láttunk, ami akár egy Grand Slam mérkőzés is lehetett volna. Annál is inkább, ugye, mert Gilles Müller ott van mindegyiken, és egy iszonyatosan hosszú, egy 4 óra fölötti mérkőzést láttunk, amiben nagyon kevésen múlt, hogy Attila nem tud nyerni. Gondoltad volna, hogy kemény pályán ilyen jó teljesítményre képes Attila, főleg egy ilyen játékos ellen? Hát mondjam, hogy mindig is tudtam, hogy képes erre, és az ő, neki volt egy ilyen fóbiája ebben a kemény pályákkal kapcsolatban, amit én nagyon sajnálok. Most lehetett látni azt, hogy semmi problémája nem volt, tehát ugyanúgy tudna játszani, és mind is alakon. Az első szettet nagyon megnyomta Attila, ott a második és harmadik szettben talán egy kicsit úgy éreztem, hogy visszavett, vagy talán kényszerítette rá Müller, és a negyedik szettől teljesen megtáltosodott. Mit gondolsz, mi változott a szettek között? Hát amire azért számítottunk, illetve vártuk volna, hogy Müller valamennyire fáradjon el, ez valamennyire azért beigazolódott, bár nem eléggé sajnos, és ugye a második szettől kezdve, amikor elvesztette az első szettet, rátett még egy lapáttal, amivel Attila nem tudott olyan hirtelen menni, tehát rögtön az első szerva gémét elvesztette, és azt a bréket tudta tartani végig utána Müller. A harmadik szegben hasonlóan történt, tehát mindig a legjobb momentumokban, a legjobb pillanatokban játszott jól, Attila egy-két lehetőséget kihagyott, utána a negyedik szedben pedig hát hatalmas szívvel elővette az összes akarat erejét, tudását, amit be tudott vetni, hihetetlen extra megoldások voltak mind a két oldalon. Hát mondom, nagyon-nagyon komoly színvonalú mérkőzés volt. Az ötödik szett elején úgy éreztem, hogy Müller keze is megremegett, talán kicsit idegesebb volt. Ilyen játékosoknál is még ez előfordul, ők hozzá vannak szokva az öt szethez, ráadásul nagy nyomáshoz, és mégis úgy éreztem, hogy Müller egy kicsit megingott ott az elején. Hát adjuk össze, itt azért az első nap volt 3 szett, a második nap 4, az 7, és még utána volt még 4, az 11 szett volt a lábában, hát azért a döntő szett az ötödik szettre azért benne is volt némi fáradtság, csak egy pillanatra megingott. Rögtön sikerült lebrékelni Attilának, amit utána viszont azonnal rendezte a sorokat és rögtön vissza tudott venni. Sajnos Attila nem tudott élni a lehetősége, pedig ha azt végig tudja tartani, Attilának is kellett volna, tehát sokkal több ilyen mérkőzést le kéne neki játszani ahhoz, hogy ebből neki rutinja legyen. Nem beszéltem Attilával, te biztosan megtetted a meccs után, mennyire van elkenődve? Hát itt most nem nagyon érzelmileg közelítjük meg a dolgot természetesen, hanem teljesítmény alapon, tehát van olyan teljesítményt nyújtott, amit szerintem ő maga se várt magától, bár ettől függetlenül végig olyan motivált volt, és ugye mindent megtett az a csapatért, hogy ez a csapat valamilyen szinten bemaradjon a csoportba. Kicsit kényes a téma, nagyon sokan háborogtak itt a meccs közben a vonalbírók teljesítményével kapcsolatban, te hogy érezted ezt? Soha nem szeretek így nagyjából, nem szeretek kibújni nagyjából és valakire rámutatni, hogy ki miatt történtek a dolgok. Hát van egy pár észrevétel nyilvánvalóan, és inkább kívülről mondták nekünk is, amivel én csak egyet tudok érteni. Hát egyszerűen azt éreztem, hogy nem úgy segítettek volna, hanem inkább még sokszor megbüntettek bennünket. Nem az, hogy a kétes labdákat is esetlegesen, ahogy megszoktuk külföldön, megkaptuk volna, hanem még a általunk jól ütött labdákat és az ellenfél által kiütött labdákat is ellentétesen ítélték meg. Ettől függetlenül nem akarok rájuk fogni semmit, ez csak egy momentum. A ötödik mérkőzés volt Filipenko Viktor, ott változtattál Fucsó helyett, betetted a Vityát. Hogyan látod az ő teljesítményét? Hát a fiatalokat próbáljuk beépíteni, ugye most mivel az évet úgy kezdtük, hogy eleve egy fiatal csapattal kellett nekiindulni, hát azt is tudnám mondani, hogy most esett ki a csapat tulajdonképpen, hanem már Moldáviában. Annak ellenére, hogy fantasztikus teljesítményt nyújtottak, és éppen, hogy kikaptunk tőlük, ugyanakkor ez a moldáv csapat most éppen a legközelebb nyáron már a feljutásért fog játszani, kora ősszel, ettől függetlenül láthatjuk, hogy milyen kicsik a különbségek. Tehát akkor nagyon hiányzott nekünk Attila, most viszont azt mondtam, hogy ha már így alakult, akkor pedig a jövő csapatát próbáljuk megépíteni, nem lehet tudni azt, hogy ki hogyan, nagyon örülnék, ha Attila is tovább maradna, és a Marci is ugyanilyen lelkesedéssel játszani, mint ahogy eddig is, és akkor utána van idejük egy kicsit, meg erejük a fiataloknak beleszokni ebbe. Tehát jövőre ugye egy egyhetes találkozó lesz, vagy egy 4 napos találkozó lesz, ahol több csapattal kell játszani majd, ez ad majd lehetőséget arra, hogy mindenki majd megszokja ezt a nyomást. Gondolom a 3-as csoportból az egyből feljutás a cél. Persze mindenki, de hát ezt is most nem lehet megmondani, azt nem tudhatom előre, hogy abban a csoportban ott lent is milyen csapatok jönnek össze, vagy a 3. napra mennyire fárad el bárki a csapaton belül. Ezek a latolgatások, ezek mindig
rosszul sülnek el általában. Én azt mondom, feltétlenül az lenne a cél, hogy fel tudjunk jutni, de akkor ahhoz az kell, hogy komplett legyen a csapat, és ne ilyen tartalékos. Kicsit visszatérve Attilára, évközül, illetve itt év elején kicsit olyan, azt is lehetett hallani, hogy abba hagyja a játékot, hogy ilyen pletykák jártak. Most ezt szerinted adhat lökésnek ez a meccs? Az Attila tudja egyedül, én beszélgettem vele a héten, tehát őnek is vannak gondolatai, nyilvánvaló, hogy szeretne benne lenni a játékban. Ettől függetlenül én nagyon remélem, hogy mennyi bizonyíték kell még arra, hogy ő képes bármikor a 100-150 alatt játszani. Tavaly is Bukarestben nem tudom hány mérkőzést megnyerve, 5 top 100-as játékos megnyerve bement a 4-be, 2 millióra bekvalizott, ment egy forduló. Ott van ugyanezen a szinten meg, most láttuk megint csak Gilles Müller ellen, a Müllernek a legkedvesebb, a kedvenc borításán is meg tudta szorítani. Nagyon sajnálnám, ha nem az lenne, hogy folytatná a legnagyobb erejével. Köszönöm szépen az interjút, és akkor jövőre találkozunk. Köszönöm szépen.